Főbb híreink. Orbán Viktor ismét Várhelyi Olivért jelöli biztosnak az Európai Bizottságba. Magyarországon már 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az Egészségablak mobil alkalmazáson, mondta Rétvári Bence. A Fehérház egyértelművé tette, miszerint a 12 gyermek halálát követelő Majd al-Shams elleni rakétatámadás elkövetője a Hezbollah terrorszervezet. A venezuelai választási hatóság adatai szerint Nicolás Maduro venezuelai elnököt újra választották az ország élére. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Orbán Viktor ismét Várhelyi Olivért jelöli biztosnak az Európai Bizottságba, erről az X közösségi oldalán számolt be. A kormányfő arról írt, hogy telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az elmúlt 5 év során Várhelyi biztos bebizonyította, hogy az EU pozitív erőként tud változást elérni szomszédságában és azon túl is. Kiváló munkát fog végezni a következő bizottságban, közölte Orbán Viktor. Óriási megtiszteltetés miniszterelnök úr felkérése és jelölése, hogy tovább szolgáljak az Európai Bizottság magyar tagjaként, írta reakciójában Várhelyi Olivér. Egyúttal várom a megkezdett közös munka folytatását von der Leyen elnökasszonnyal, tette hozzá. Az európai parlamenti választások üzenete, hogy az európaiak többet, jobbat várnak az Európai Uniótól, a magyar EU elnökségnek pedig felelőssége, hogy meghallgassa az európai polgárok szavát, és hangjukat becsatornázza a döntéshozatali folyamatokba, mondta Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az EU parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciáján. Bóka János hozzátette, az elnökség természetesen nem hoz döntéseket, de ha úgy teszünk, mintha az európai politikai, a szokásos, hétköznapi módon folytatódhatna, akkor cserben hagyjuk a polgárainkat, eláruljuk a reményeiket és az elvárásaikat. A közeljövő feladatairól szólva elsőként egy új európai versenyképességi megállapodás szükségességét emelte ki. A jelenlegi többszörös kihívásokkal teli nemzetközi környezetben, ahol Európa le van maradva a globális versenytársaitól, létfontosságú az unió és tagállamai termelékenységének és ezáltal versenyképességének javítása, mondta. Magyarországon már 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az Egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 18-12-es egészségvonalon keresztül, és ezen új korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a július 1-től bevezetett mobilapplikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de az önkormányzati fenntartásúak köre is bővül, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerhez. Az időpontfoglalási lehetőség bevezetésével arra törekedtek, hogy minél rugalmasabban igazodjanak a betegek igényeihez, és minél jobban kihasználják az egészségügy kapacitásait, fogalmazott. Hozzátette, azt látták, hogy az embereknek az volt a legnehezebb az elmúlt években, hogy hogyan jutnak el az orvoshoz, hogy jutnak el a szakrendelésekre, most azonban egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével könnyen, gyorsan és egyszerűen láthatják, melyek a szabad időpontok, és le is foglalhatják azokat maguknak, gyermekeiknek vagy idős szüleiknek. Külföldi híreink. Az izraeli katonai rendőrség nyomozói hétfőn megjelentek az Detaimán katonai bázison lévő fogolytáborban, izraeli katonák ellen indított nyomozásuk részeként egy ott fogva tartott terrorista elleni súlyos bántalmazás gyanújával. A gyanúsított katonák egy része elbarikádozta magát a bázison, mielőtt a rendőrség tárgyaló csoportja akcióba lendült volna. A harcosokat meggyőzték és kihallgatásra őrizetbe vették. A terroristát, akit Gázában tartóztattak le és fogolytáborba szállítottak, körülbelül egy hónapja utalták be orvosi ellátásra súlyos erőszakra utaló jelekkel. A katonákat szexuális bántalmazással és rosszindulatú támadással gyanúsítják. A katonai rendőrség bázisra érkezésekor összecsapások törtek ki a börtönben állomásozó katonák és a nyomozók között.
A helyszínen tartózkodó katonák egy része menekülni próbált, mások pedig a helyszínen elbarikádázással fenyegetőztek. Végül néhány katonát kihallgatásra őrizetbe vettek. A délután folyamán tüntetők érkeztek a bázisra, hogy tiltakozzanak a katonák kihallgatása ellen. Köztük a szélső jobboldali Oszma Jehudit és a kormányzó Likud képviselői, és több tucat tüntető betört a bázisra. A Fehérház egyértelművé tette, miszerint Masdar Shams elleni rakétatámadás elkövetője a Hezbollah terrorszervezet. Emellett washingtoni tisztviselők folyamatos megbeszéléseket folytatnak izraeli és libanoni magasrangú illetékesekkel a várható károk minimalizálása érdekében. Washington úgy véli, hogy amennyiben Izrael a szombati brutális Hezbollah támadásra válaszul, a terrorszervezet beiruti célpontjait veszi célba, a helyzet valószínűleg kicsúszik az irányítás alól. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter tegnapi nyilatkozata szerint az Egyesült Államok támogatja Izrael jogát, hogy megvédje magát a terrortámadások ellen. Emellett reményét fejezte ki, hogy sikerült tűzszünetet elérni Gázában, ami szerinte lehetőséget teremt a tartós nyugalom visszaállítására az északi határon. Az IDF szóvivője hétfőn a gázai övezetben zajló harcok folytatásáról tájékoztatott. Az izraeli egységek az Egyiptommal határos Rafah térségében az övezet déli végén megöltek számos iszlámista fegyverest személyes tűzharcban és a légierő repülőgépeinek csapásaival. Szintén harcok folytak a déli Han Yunisban, ahol az izraeli erők palesztin fegyvereseket és terrorista infrastruktúrát is megsemmisítettek. A légierő az elmúlt napon mintegy 35 célpontot támadott meg a gázai övezetben, katonai épületeket, terrorinfrastruktúrát, aláaknázott, csapdának szánt házakat és felfegyverzett terrorista osztagokat. David Barnea, izraeli külföldi titkosszolgálatának, a Mossadnak az igazgatója vasárnap Rómában találkozott a Hamásszal, a tárgyalásokon közvetítő Egyesült Államok, Egyiptom és Katar főtárgyalóival, hogy megbeszéljék az újabb feltételekkel kiegészített izraeli javaslatot, amelyet Izrael szombaton a Fehérháznak is átadott. Barnea vasárnap reggel repült el Izraelből Rómába, ahol William Burns CIA főnökkel, Abbas Kamellel, az egyiptomi hírszerzés vezetőjével, és Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnökkel másfél órán át tanácskozott. Sokan elítélték Erdogan török elnök fenyegetésének szánt kijelentéseit, amelyben arra utalt, hogy Törökország megtámadhatja Izraelt, ahogyan azt a múltban Líbiában és Karabakhban is tette. Israel Katz izraeli külügyminiszter egy bejegyzésében bírálta a török elnököt. Erdogan Saddam Hussein útjára lépett, és Izrael megtámadásával fenyegetőzik. Emlékezhetne arra, hogy mi történt és hogyan végződött Hussein sorsa, írt a bejegyzésében az izraeli miniszter. Az izraeli diaszpora ügyi miniszter törökül posztolt. Azt írta, hogy hallja a fenyegetéseket a Hamász párti Erdogan részéről, hozzátéve, hogy Erdogan egy bohóc, és a török nép tudja ezt. Az ellenzéki Yes Atit párt elnöke, Yair Lapid pedig azt írta, hogy Erdogan elnök megint tombol, veszélyt jelent a Közel-Keletre. Lapid szerint továbbá a NATO-nak el kell ítélnie a fenyegetéseket, és rá kell kényszerítenie, hogy fejezze be a Hamász támogatását. Eltérően reagáltak a latin-amerikai országok vezetői arra, hogy a venezuelai választási hatóság adatai szerint Nicolás Maduro venezuelai elnököt újra választották az ország élére, immáron a harmadik ciklusra, annak ellenére, hogy több exit poll is az ellenzék győzelmét vetítette előre. Javier Milei argentin elnök azt mondta, hogy Argentina nem fog elismerni egy újabb csalást, és reméli, hogy ezúttal a fegyveres erők megvédik a demokráciát és a népakaratot. Hozzátette, a venezuelaiak úgy döntöttek, hogy véget vetnek Nicolás Maduro kommunista diktatúrájának. Gabriel Boric chilei elnök szerint a Maduro rezsimnek meg kell értenie, hogy az általa közzétett eredmények nehezen hihetőek. Figyelmeztetett, hogy Chile nem fog elismerni semmilyen olyan eredményt, amelyet nem lehet ellenőrizni. Vladimir Putyin orosz elnök egyébként hétfőn gratulált Nicolás Madurónak ahhoz, hogy az ellenzék és több ország által vitatott választást követően újra választották a Moszkva hagyományos szövetségesének számító Venezuela elnökévé. Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, a budapesti reptér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt 20 évben megháromszorozódott a forgalma, és most újra a Covid-járvány előtti rekordszinteket közelíti.
A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 30-35 milliárd forint, tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak, hangsúlyozta az államtitkár. A kifutó pályák még messze nem érték el a kapacitásuk maximumát, ezért még tovább bővülhet a forgalom, emelte ki. Hozzátette, a reptér milliók számára az ország kapuja, 15 millió utasról van szó, ami a jövőben akár meg is duplázódhat. Alapvető érdek, hogy méltó legyen ehhez a ranghoz, és az eddigieknél jobban működjön, mondta. A külföldi tulajdonosok eddig úgy vettek ki egy halom pénzt az üzemeltetésből, hogy az egyre szükségesebb fejlesztések rendre elmaradtak, és nem épült új terminál, közölte az államtitkár hozzátéve, hogy a terminál építésére most sor kerülhet. Kitért arra is, hogy a reptér megközelítési lehetőséget is javítani kell. Bővebb információt a brierpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma mindenütt napsütéses idő lesz. Este nyugodt, csillagfényes lesz az égbolt. A hőmérséklet jellemzően 27 és 32 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!